Az elmúlt évtized talán legnehezebben tervezhető időszakán vannak túl az önkormányzatok. A nehézségeket legfőképpen a több mint egy éve tartó háború és az azt követő energiaárrobbanás okozta. Az utóbbi hónapok tapasztalatairól Dukai Miklós önkormányzati államtitkár tanácskozott Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. számú választókerületének polgármestereivel. A tavaly februárban kitört orosz-ukrán konfliktus után Brüsszelben nagyon sok olyan döntés született, ami látszik most már, hogy mindenkire káros, mindenkire negatív hatással van. Ezek elhibázottak, ezek a döntések. Mi folyamatosan a kormány azt hangsúlyozza, hogy minél előbb tűzszünetet kell kötni, és aztán utána békének kell következnie, mert minden ebből következne, minden nehézségünknek ez az alapja és kiindulási pontja, és innen elrugaszkodva lehetne az ügyeket leginkább megoldani. Vinai Győző, a térség országgyűlési képviselője elmondta, az önkormányzatoknak az elmúlt hónapokban a kötelező feladatok ellátására kellett főként fókuszálniuk. Az egyeztetés során a következő időszak állami támogatásairól is tájékoztatást kaptak a településvezetők. Évelején egyébként Nyíregyháza 1,7 milliárd forint, Tiszavasvári 134 millió forint, a 10.000 fő alatti települések pedig összesen csaknem 350 millió forint energiaköltség kompenzációt kaptak a választókerületben. A támogatásokra pedig a jövőben is számíthatnak a települések. Ezt a belügyminisztérium számolta ki, hogy kinek milyen energia költségei vannak, milyen megemelkedett terhek vannak. És a mai megbeszélésnek az is nagyon fontos része, hogy a működés mellett a pályázatokról, a rendkívüli kormányzati támogatásokról, hogyha egy önkormányzat nehezebb helyzetbe kerül, akkor a belügyminisztérium hogyan tud segíteni, vagy akár a szociális tűzifa új pályázatáról, vagy éppen arról, hogy lesznek-e még pályázatok fejlesztésekre, szokott ilyen lenni szolgálati lakásra, belterületi útra, milyen lehetőségei vannak az önkormányzati államtitkárságnak arra, hogy az önkormányzatokat segítsék. 2011-ben hirdette meg a kormány a szociális tűzifa programot, amelyre az 5000 lélekszám alatti települések pályázhatnak. A 2022-2023-as fűtési szezonban 151 vármegyei önkormányzat igényelt tüzelőt. Dukai Miklós elmondta, a belügyminisztérium már a következő fűtési időszakra is elérhetővé tette a pályázatot. Ugye a 22-23-as fűtési szezonnak a pályázata az tavaly októberben lezárult, meg is kapták a tüzelőanyag pályázatból nekik járó támogatást az önkormányzatok, abból beszerezték vagy a barna kőszenet, vagy a tűzifának valót, ezt február 15-ig ki is osztották. Így zárult tulajdonképpen a mostani fűtési szezonnak a támogatása, és a 23-as, 24-es fűtési szezonnak a szociális tüzelőanyag pályázatát, azt pedig már kiírtuk március 13-án, egészen most április 28-áig tudnak pályázni az önkormányzatok. Az önkormányzati szociális tűzifa program új pályázati kiírását az előzőhöz hasonlóan 5 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg a belügyminisztérium.